Palai Marabbáb színész az Apalánya című előadásért került az 50 közé. Én Debrecenben jártam egyetemre, és ott volt egy nagyon erős egyetemi színpadi vonal, úgyhogy több társulatban is benne voltam. És éppen a végzésem idejében a Vojtina Báb Színház keresett színészeket, és volt egy színész tréning is. Mivel azt még soha nem csináltam, érdekelt. El is mentem, és azután a következő évben oda szerződtem. Úgyhogy tulajdonképpen én gyakorlatban tanultam meg a bábozást. Azt gondolom, hogy a Báb Színház az egy speciális színház azért mégiscsak. Tehát nem működnek ugyanazok a szövegek egy prózai színházban, ami Báb színpadon és fordítva. Illetve hát vannak olyan szövegek, amelyek nem használhatók mindkét esetben. A bábok sokkal kevesebb szöveget bírnak el általában. Nagyon lassan, de azt hiszem, hogy mégiscsak egyre több emberhez jut el az, hogy a Báb Színházba felnőttként is el lehet jönni, nem pedig csak a gyerekkíséreteként, és hogy vannak felnőtt előadások, amiket érdemes megnézni. Igaz, hogy nem könnyű ezt a szemléletváltást valahogy megvalósítani. Kruzsovszky Dénes költő, író, az Akik már nem leszünk sosem című könyvéért került a Kult 50-be. Azt látom, hogy a múlt az mindenkinek gondot jelent általában. Ez nem csak egy ilyen keret közép-európai sajátosság, ez mindenhol probléma. De van, ahol erre vannak stratégiák, hogy ezt valami fajta ilyen pozitív dologba fordítsuk el. És ezek a stratégiák valahogyan nem jutottak el Magyarországon a társadalmi szintig. Nincsen egy ilyen nagyon erős reflexiós igény. De az érdekes, hogy ez az igény ez így nem nagyon jön létre magától, szóval ezt így azért valamilyen módon akarni kell. És ez az akarat tűnik úgy, mintha hiányozna, vagy sőt, hogyha az állami emlékezetpolitikáról beszélünk, akkor nem, hogy az akarat hiányzik, hanem éppen arra van akarat, hogy ne a diskurzusok sokfélesége, a különböző narratívák egysége, a különböző nézőpontok, nem tudom, ilyen összefoglaló végigtekintése jelentse a történelemről való beszédmódot, hanem egy kitüntetett narratíva. Tehát most így ezt látjuk. Az egyén szempontjából sem egy jó életstratégia, hogyha folyamatosan ellép a problémáktól és behunyja a szemét, és ilyen folyamatos önfelmentésben próbálja legitimálni a legmegkérdőjelezhetőbb döntéseit is. A légzésről nekem az jut eszembe, hogy az mennyire fontos, amikor az ember színpadon van és beszél. Főleg, hogyha sokat beszél, különböző intenzitással, és hogy hát ha nem is megtanulni, de meg kell tanulni, hogy hogyan használja az ember a levegőt. Igen. Az éneklésnél pedig különösen ez jut eszembe a légzésről. Ez nehéz egyébként megtanulni? Nem is tudom, hogy nehéz-e, mert nem külön tanult. Én ezt meg, és nem tudom, hogy meg lehet-e tanulni külön, közben lehet, amikor beszélned kell, és tudod, hogy annak el is kellene hallatszódni valameddig, meg hát egyébként is különböző indulatokkal próbál az ember megszólalni. Igen, tudni kell a saját levegődet, vagy azt úgy mindig érzem, hogy ez van és fontos. Én nem tudom, nekem az mindig ilyen gondot jelent, tehát én emlékszem, hogy mondjuk én eleve utáltam például memoritereket megtanulni, nem csak azért, mert nem tudom, rossz volt a memóriám, hanem mert azt gondoltam, hogy ez valahogy így legyilkolja a verset, szóval mert egy kamaszként is volt egy ilyen memoriter ellenességem, de amit most már azért nem teljesen ugyanúgy gondolok, mint akkor, de mindegy. De hogy szerintem azért is utáltam, mert így valahogy annyira nem voltam alkalmas, szerintem fizikailag sem arra, hogy ilyen előadjak valamit. Tehát én voltam az, aki így mindig a szó közepén így mondta a verset, nem tudom, én befordultam a konyhára, és akkor nem tudom. Szóval, hogy ez, valahogy ez maradt meg az ilyen színpadi légzés dologból. Erre azért szerettem volna regényt írni, mert az idő ábrázolás az jobban működik a regényben, szóval előtte verseket vagy novellákat írtam, és ez a rövidebb műfajuk ezt az egy dolgot, egy csomó minden más tudnak, de mondjuk ezt pont nem. Nekem most az idő kapcsán a tegnapi esti előadáson tudod eszembe jutni leghamarabb ez az időnk rövid története, illetve az előadás kapcsán az, hogy az emberi érzelmek, konfliktusok vagy a boldogság keresése az mennyire nem függ össze az életkorral. Főleg azért, illetve az eltelt idővel, mert ezt most látom is a közvetlen környezetemben, hogy
egész egyszerűen olyan életkorokban, amikor már azt gondolnád, hogy bizonyos dolgok nem történnek meg veled, igenis megtörténnek, ugyanazzal az intenzitással, mint sokkal fiatalabb korban. És ezt tudjuk, de nagyon érdekes, amikor ezzel találkozik az ember. És a színháznál nem ilyen szorítás inkább az idő? Mert hogy így... A határidőkre gondolsz? Nem, az előadás idejére. Tehát, hogy megvan egy ilyen keret, amin belül lehet mozogni szigorúbban, mint az nagyon sokat segít. Irodalomban azért pont ez nincs. Tehát ott sokfajta megkötés van, de talán ilyesmi nincsen. De színházban meg... Mert mi terjedelmi... Aha. De olyan van, hogy mennyi idő alatt írod meg. Azért az néha fontos lehet, hát, ott igen, is vannak de az nem, szerintem az nem annyira szép irodalmi részére, hanem az ilyen... köztes dolgokra vonatkozik, szóval publicisztikára, meg ilyesmire, szóval a regényeknek azért nem szokott nagyon szigorú határideje lenni. Érdekes, mert nagyon szorít az idő, amikor egy bemutatóra készülünk, ellenben az előadásnak a többé-kevésbé fix ideje, az nekem sokat szokott segíteni. Mm. Például abból is tudom, hogy milyen volt, hogy most hosszabb volt, vagy rövidebb, hány perc volt, abból tudom, hogy működött. És van-e, hogy plusz-minusz? Tehát, hogy így gondolom, így be van lőve nagyjából valamire egy előadás ideje, de biztosan nem ugyanannyi minden. Igen, van egy plusz-minusz, és az mindig árulkodó. És miről árulkodik? Hát, hogyha nagyon elnyúlik egy előadás, akkor, és többen játsszuk, akkor nagyon valószínű, hogy átvettük egymás lassabb tempóját, ez előfordulhat. Ugyanez van, hogyha túl gyors, akkor lehet, hogy már nem is történnek meg a dolgok kellőképpen, hanem csak átmegyünk a folyamaton. Egy személyes előadásnál pedig általában arról árulkodik, hogy az embernek milyen a fizikai állapota, vagy az energia szintje. Én nekem ez a meglátásom.